estére egy érdekes kérdést vagy kijelentést vetettem föl. Én azt gondolom, hogy mindenki hallotta már ezt a mondatot, hogy minden rosszban van valami jó. És meglepett, hogy akkora felbojdulást keltett a Facebook oldalon, hogy amekkorát keltett. De ezt a témát, hogy minden rosszban van valami jó, ezt több irányból fogjuk megközelíteni. Nem csak az egészségügy területén, hanem úgy a jelenlegi életünk területében is ezt a kérdést felvetjük, és megnézzük, hogy mi a helyzet. De kezdjük az egészet egy szép mesével, mert ugye este van és esti mese. A bölcs gazda történetét szeretném röviden összefoglalni, akinek az egyetlen lova elcsatangolt, és ekkor a szomszédok összecsapták a kezüket, hogy micsoda szerencsétlenség, mit fog most csinálni, ez biztosította túl a megélhetését, és hát elcsatangolt az egyetlen lova. Mire a bölcs gazda? Majd meglátjuk. Aztán másnap ezzel a lóval másik 7 ló érkezett haza. Szomszédok, micsoda szerencse! Na ugye, gazda megint csak annyit mondott, majd meglátjuk. Aztán a gazda fia be akarta törni az egyik vadlovat, de leesett és eltörött a lába. Szomszédok, fági, micsoda szerencsétlenség! Hát ki fog segíteni neked, hogy elvégezd a munkádat, gazda megint csak bölcsen annyit mondott, majd meglátjuk. És aztán másnap a faluba bevonultak a katonák, és minden egészséges fiút elvittek a háborúba. A gazda fia viszont otthon maradt, mert törött lábbal nem vitték el. Szomszédok, micsoda szerencse, mire a gazda megint csak annyit mondott, majd meglátjuk. Ezt a felvezetést nem véletlenül tettem be, mert úgy gondolom, hogy nagyon jól kifejezi azt, hogy vajon mi az, amit mi jónak és mi az, amit mi rossznak fogunk nevezni. Amúgy a történetet Domján Lászlótól hallottam, a táborunkban is elmondta, és a telefonbeszélgetésen tisztáztuk, hogy miről is szólt ez a történet, és akkor ismét elmondta. Majd meglátjuk, így van. Szóval ez a dolog, ez azért is érdekes, és kelti fel az embernek az érdeklődését, mert akkor el kéne döntsük, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mert ugye minden jó, ami biztosítja a kényelmemet, a biztonságomat, a nyugalmamat, vagyis egyetlen szóval a túlélésemet. Ez minden jó, ami ezt támogatja. Ezzel szemben minden rossz, ami ez ellen hat. Logikus, nem? De tudjuk, hogy a túlélési programok mögött mindig a félelem húzódik meg, és ameddig a félelem irányítja az életemet, hát addig nem fogok túllátni a biológián, és ameddig a biológiai félelmek fognak engem irányítani, túlélés és fajfenntartás, és addig nem fogom felismerni a magasabb összefüggéseket, nem fogom megérteni azt, hogy nincsen rossz és nincsen jó, mert minden értünk van, és nem ellenünk. Lehet, hogy most sok hallgatóban, hogy egy kis ellenszegülés beindult, de hadd fejtsem én ezt ki. Ameddig éltünk a viszonylagos kényelemben, meg volt a viszonylagos biztonságunk, meg volt a viszonylagos nyugalmunk, mert védik a határainkat, meg a rend őrei védenek minket, legalábbis erről szól a történet.
Ugye addig nem fogunk foglalkozni az alapvető kérdésekkel, addig a lényeg az, hogy kényelmesen élek, nyugalmam legyen, és dolgozok a túlélésért és a faj fenntartásáért, de valójában nem gondolkodok azon, hogy ki vagyok én valójában. Kettő. Mi a fenét keresek ezen a bolygón? Hát ha már felmerült bennem legalább egy halvány sejtelme annak, hogy talán több vagyok, mint egy pusztán egy biológiai lény, akkor rögtön ott a következő kérdés, hogy akkor mi a fenét keresek én ezen a bolygón? És akkor mi az igazi feladatom? Csupán a túlélés és a faj fenntartás? Vagy esetleg valami mással is foglalkoznom kéne? Szóval el lehet gondolkodni, hogy az elmúlt 20 hónap milyen felismeréseket hozott számunkra. Ugye remélem, hogy többen ráébredtünk arra, hogy egy nagyon komoly illúzió világban élünk, ahol a főcsatornákon, hát pro és kontra próbálnak minket befolyásolni. Ebből adódóan 27 éve nincs televízióm, és nem is fogok venni, és nem fogok televíziót nézni, mert az időmet úgy gondolom inkább más egyébben kellene, de nem is töltöm, mint sem, hogy azt keresem, hogy ki mikor hazudott. Rá kellett jöjjünk az elmúlt 20 hónapban arra is, hogy az egészségügy az nem egészségügy, hanem betegségügy. Erre már 10 éve rájöttem, és akkor léptem ki a rendszerből. Azt is megtapasztalhattuk, hogy a szabadság az egy nagyon törékeny dolog, mert olyan korlátozásokat vezettek be, amelyek, hát, hogy is mondjam, finoman fogalmazzak, túlzóak voltak. Hogy háttere, gyökere, oka, foka, mi volt ezeknek, az egy külön téma, egy külön előadás témája lehetne, hogy valóban mi indokolt és mi nem indokolt, de tény, hogy azt mindenki megtapasztalhatta, hogy a szabad mozgásában korlátozták, és a kapcsolattartásaiban, az utazásaiban, stb. Korlátozva voltunk és vagyunk. És kérem szépen, rádöbbenhetünk arra is, hogy egyetlen biztos dolog az életünkben a bizonytalanság. És pont ez a cél, hogy az embereket félelemben és bizonytalanságban tartsák, és akkor lehet őket terelni, amerre éppen terelni szeretnék azok, akik irányítják a társadalmat. Na most a félelemmel való manipulálásnak több módozatát is láttuk. Erről is hallottam előadást, hogy miként és hogyan. Tehát először is bedobták a nagy halálfélelmet, de mindenki nem tojt be. Azért ugye az emberek 70%-a nem fogadta el azt, hogy ez mind így van, ahogyan azt mondják. És akkor jött a következő csavarintás, és a következő csavarintás, és már a végén lelkiismeret, furdalást keltenek bennem, hogy ha nem oltatom be magam, akkor miattam nem fog dübörögni a gazdaság. Vagy éppenséggel a másik megbetegedni. Szóval a félelemmel való manipulálás addig mehet csak, ameddig nem tisztázunk az igazságot. Amikor ezt mind tisztázunk, akkor már nem tudnak minket manipulálni, illetve amikor tisztázom, hogy ki vagyok én valójában, és hogy kire hallgatok. Szóval elmúlt 20 hónapnak viszont van egy nagyon pozitív hozadéka. Megtanulhattuk értékelni az időt, azt, amit együtt tölthetünk a szereteinkkel. Megtanulhattunk végre másképpen is gondolkodni, vagy az egész napi hír sorozatot mind benyeltük, és annak megfelelően osztunk döntéseket, és
Tehát vagy felébredt a társaság, vagy félelmében mélyen elaludt, és így barátságok, társaságok, vagy még családok is ketté szakadtak, mert felfogásbeli különbség, itt most már nem az volt, hogy jobb oldal vagy bal oldal, hanem az, hogy oltás vagy nem oltás. És ez a nagy szorítás és ez a nagy bizonytalanság végre egy csomó embernél meghozta a döntést. Elősegítette, hogy eldöntse, hogy a kezébe veszi az élete és az egészsége irányítását. A sorsának az irányítását, vagy azt teszi, amit elvárnak őtől. A mai előadás nem véletlenül a múlt heti előadásnak a kvázi folytatása, és megdöbbenve láttam azt is, hogy mivel a múlt heti előadást épp a mai délután tettem ki, hogy milyen elképesztő érdeklődés övezte a YouTube csatornán, mert több mint 700-an megnézték ezt az előadást. És elmondtam múlt hét kedden is, hogy találkoztunk Nagyváraddal egy fiatal emberrel, aki a Mercedesnél dolgozott, mert egy fantasztikus szakember amúgy. És mikor ott azt mondták, hogy ahhoz, hogy bemenjen dolgozni, be kell oltassa magát, felállt és hazajött. És ott hagyott több mint 4000 eurós fizetést. Szóval ezek a mostani körülmények és helyzetek, ezek pontosan arra ösztönözhetnének minket, hogy kimászunk abból a komfortzónából, amiben vagyunk, és a kezünkbe vegyük a sorsunk, az életünk és az egészségünknek az irányítását. Én úgy gondolom, ehhez tökéletesen megszülettek a feltételek. Ugye az elmúlt 20 nap mindaz fő kérdés, az egészség és betegség kérdése volt. Ki az, aki megbetegedett, ki az, aki egészséges maradt, mit tehetünk azért, hogy ne kapjam el a korságot, ugye, és hogy egészséges maradjak. Na most akkor ebben a témában is szeretnék némi felvilágosítást adni egy fólia erejéig, hogy mit tudok én fizikai szinten tenni ezután is, hogy megőrizzem az egészségemet. Mondom, fizikai szinten. Mondjuk nem fogyasztok ciklamát tartalmú ételeket. A USA-ban már a 60-as évek óta be van tiltva a ciklamát, vagy ezt lehet, hogy csak úgy találjuk meg, hogy E952-es, de Európában nincs betiltva. Jó lesz elvinni egy nagy itót magunkkal, amikor vásárolni megyünk, és átbogarásszuk az összetevőket, hogy amit veszünk, abba ne legyen E952-es. Aztán a diétás szénsavas üdítőket is el kéne felejteni, még akkor is, ha akcióba adják a zéró cukortartalmú bármilyen üdítőket, mert ezek a mesterséges édesítőszerek igencsak hozzájárulnak ahhoz, hogy felboruljon a bélflóránknak az egyensúlya, és onnantól kezdve hát elindul egy kellemetlen emésztés, puffadás és mindenféle görcsök, és nem kell hozzá semmilyen konfliktus, és már is az emésztő rendszeremet padlóra teszem. Mérsékelni kéne az alkohol és kávé fogyasztást is. Én nem azt mondtam, hogy teljesen kiiktatni, de mindenképpen mérsékelni kéne. Részletekben nem megyek bele, itt is a kávénál is a hozzáadott cukormennyisége és egyéb ilyen műdolgoknak a belekeverése az, ami veszélyes, nem maga a koffein. És jó lenne, ha nem tennénk ki magunkat antibiotikumok fogyasztásának, tehát úgy élnék, hogy meg se betegedjek, s ne kelljen antibiotikumokat bekapkodnom, illetve ha fel is írják, még mindig eldönthetem, hogy bekapkodom, vagy nem kapkodom be.
Napi szinten kéne fogyasszunk erjesztett élelmiszert, igen, kérem szépen, savanyú káposztának fantasztikus hatása van a szervezetünkre. Ugye, aki megvette idejében a kicsi és lapos fejű káposztát, és lereszelte, és betette a megfelelő edénybe, és még fejes káposzta fölé még tett reszeléket, meg még bele egy kis ezt, egy kis azt, virsalmát, tormát, csípős paprikát, stb. Szóval mindenki elkészíthette a saját ízlésére a savanyú káposztát, ami egy fantasztikus vitamin és rostforrás, és hát mivel erjesztett élelmiszerről beszélünk, legalább 2000 féle hatóanyag keletkezik benne. Jó lenne, ha kefirt fogyasztanánk, és nem édesített joghurtokat, mert az édesített joghurtokkal semmit, de semmit nem érünk. És jó lenne, ha algákat fogyasztanánk megbízható forrásból, mert ez mind hozzájárul a védekező rendszerem karbantartásához és az egészségem karbantartásához, még egyszer mondom, fizikai szinten. Egy héttel ezelőtt felhívtam a figyelmet arra, hogy akit már beoltottak grafénoxiddal, teljesen mindegy, hogy milyen név alatt kapta ezt meg, azért, hogy legyen egy zöld kártyája, ugye, vagy hogy éppen dolgozhasson, annak sürgősen ajánlom, hogy az enacetil ciszteint és vagy a glutatión szerezze be. Az enacetil ciszteinek a lényege, hogy glutatión előállítás serkent a szervezetünkben, és a glutatiónnek segít abban, hogy ettől a csodálatos anyagtól, a grafénoxidtól a szervezetünk mielőbb meg tudjon szabadulni. A dimetilglicin is ugyanebbe a folyamatba segít. Akit érdekel a téma, az részletesebben utána tud nézni annak, hogy mi mindent lehet tenni az egészségünk megőrzése véget. Na de a kérdés az, hogy ha fizikai szinten ezeket megtesszük, de még mindig haraggal tudunk lefeküdni, hát akkor az a baj, hogy még mindig meg fogunk betegedni, mert az érzelmi, a le nem zárt érzelmek, félelmek, negatív érzelmek, azok a betegségnek az elindítói lesznek. Vagyis érzelmi szinten kizárom először is annak a lehetőségét, hogy félelemmel manipuláljanak. Jó lesz kikapcsolni ezeket a hírforrásokat, ahonnan ömlik a mindenféle áltudományos híresztelés és a félelemkeltés. A lényeg a germán gyógytudomány megismerése lenne, mert akkor tisztában vagyunk vele, hogy hogyan tudom magam megbetegíteni érzelmi szinten, és mit kell tennem ahhoz, hogy egészséges maradjak. Mert ugye a kérdés az, hogy mit tehetek az egészségemért. Tehát a lényeg az lenne, hogy odafigyeljek a szokásaimra, a reakcióimra, a viselkedésemre. Ezek nagyon, de nagyon lényeges dolgok lennének, mert alapjában ezek meg fogják határozni azt is, hogy milyen reakciót vált ki bennem egy-egy bizonyos félelem. Azt tudjuk jól, hogy lélek-agyszer szinten történik a lefolyása annak a történetnek, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramnak nevezett. Miről van itt szó? Egy váratlan, nagyon súlyos, félelemmel teli meglepetésszerű érzelmi konfliktus, amit hát elszigeteltem, magányosan éltem meg, és benne maradtam a konfliktusban. Most ez lesz az, ami, tehát ez az érzelem, az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Ez a lélek-agyszerv tengely lesz az, ami a
hajszálpontos választ ad arra, hogy a szervi válasz, a szervi elváltozások, tünetek mögött vajon mit kellene megoldani. A Hammer doktor az első biológiai természet törvényt 1981-ben írta le, ugyanis a 78. december 7-én a 19 éves fia karjai közt halt meg, és 2 hónap múlva a Hammer doktornak herredaganata lett, amit akkor műtétileg oldottak meg, de se kemó, se sugárkezelést nem vállalt Hammer doktor. És ezután elgondolkodott azon, hogy valami kapcsolat kell legyen az ő herredaganata és a fia halála között, mert addig teljesen egészséges volt. Nos, ez a gondolat vezérelte végig, mikor már 81-ben visszaállt dolgozni, mint gyógyult daganatos beteg, és megkérdezte a nőgyógyászati ráklinikán, ahol dolgozott, hogy drága hölgyem, önnek mielőtt volt, megjelent ez a daganata, nem volt véletlenül valami nagyon megrázó élménye, ami váratlanul érte, és nem tudta magát túltenni egyik napról a másikra? És hát a válasz minden esetben igen volt. Első körben 200 beteget kérdezett ki Hammer doktor, majd 81. októberében bejelentette a rák vastörvénye felfedezését, ami a DHS kritériumait tartalmazza, és ez pontosan azok a dolgok, amelyeket én itt az előbb már kifejtettem. Tehát ennek a felismerésnek oly akkora szerepe volt, hogy a kedves kollégák teljesen kiakadtak tőle, és nem akarták elismerni, hogy Hammer doktornak felfedezése valóban igaz lenne, csak hogy további kutatások is történtek, és mindez beigazolódott. De álljunk meg egy pillanatra itt az első biológiai természettörvénynél, ami rámutat arra, hogy miként tud elindulni bennem egy szervi elváltozás egy feloldatlan konfliktus miatt. Mi volna akkor tehát a lényeg? Nem az lenne a lényeg, hogy lefeküdjünk minden nap békével? Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor bizony ezek a fránya sinek, ezek dolgozni fognak akkor is, amikor nem várjuk el. Vagyis az emlékeztető körülmények megjelenésekor ez az egész program újraindul, már újabb becsapódás, vagyis konfliktus, félelem nélkül. Mert az érzékszerveink rögzítenek mindent a konfliktus pillanatában, pontosan azért, hogyha megint találkozunk egy ilyen helyzettel, körülménnyel, akkor a biológiánk el tudja indítani ezt a túlélő programot, amit Hammer doktor nagyon helyesen értelmes biológiai külön programnak nevezett el. Szóval meg kellene vizsgáljuk akkor, hogy mit tudunk ebből magunknak levonni. Ha végre megfejtjük azt, hogy milyen konfliktusaink vannak lezáratlanul az életünkben, akkor ezeknek a lezárásával gyakorlatilag visszanyerjük az egészségünket. Persze ez így nagyon egyszerűen hangzik, de itt van segítségül a Hammeri táblázat, illetve az előbb bemutatott könyv, aminek az a lényege, hogy a tünetek alapján tudjuk, hogy mi volt az az érzelmi megrázkódtatás, amit meg kell keressünk a
életünkben. A konfliktus miért alakul ki? Nem tudnánk konfliktusok nélkül élni? Kérem szépen, az az egyetlen probléma, hogy nem tudom elfogadni a valóságot, vagyis azt, ami van. Miért? Mert félelemmel töltem. Ha el tudom fogadni a világot, vagyis a környezetemet úgy, ahogyan van, és el tudom fogadni önmagamat is, olyannak, amilyen vagyok, akkor nincs konfliktus, és akkor nincs betegség sem. Tehát minden konfliktus csak arra szeretne rámutatni, hogy hol kell tanulnom még az elfogadást. Mert mindig lesznek váratlan, megrázó élmények az életünkben. Ez nem kérdés. Mert ez nem döntés kérdése, hogy én most megijedek, vagy nem ijedek meg, vagy rosszul esik, vagy nem esik rosszul, mint az, ami történt, vagy félelemmel tölt el bizonyos híreknek a hallása, vagy nem tölt el. Ez abban a pillanatban, ez megtörténik, ez egy biológiai szintű túlélő reakció, de a kérdés az, ismételten, mi lenne, ha minden este lezárnánk a napjainkat békével? Akkor kérem szépen, meg se tudnánk betegedni. Meg se tudnánk betegedni. Az a lényeg, hogy amint az előadás címe is utal rá, meg kéne keresni minden rosszban azt a jót, azt a picike jót, ami benne van. Mint az aranyásó, vagy az aranymosó, itt látunk egy ilyen képet, ugye mennyi földet át most, még talál egy picike parányi kis aranyrögöt. Na nekünk ezt a pici parányi aranyrögöt, azt a pici jót kellene megtalálnunk minden este, és akkor ha ezt így csinálnánk, akkor meg se tudnánk betegedni. A lényeg az lenne, hogy feltegyem a kérdést. Mire tanított meg engem az, ami váratlanul ért? Vagy hogyan segített ez abban, hogy jobban el tudjam fogadni a világot és önmagamat olyannak, amilyen? Hiszen miért? Mi volt a lényeg? Még egyszer ismétlen. Az, nem tudom elfogadni a valóságot, azt, ami van, olyannak, amilyen. Küzdhetek én, harcolhatok én itten a különböző őrültségek ellen, ami körbevesz, és felbosszanthatom én magamat, egész nap rágódhatok, bosszankodhatok azon, hogy micsoda világban élünk, csak hogy ez a világot nem fogja megváltoztatni, de engem meg fog betegíteni. Viszont ha végül békében tudok élni önmagammal és a világgal, ez lesz az, ami segít megváltoztatni a világot. Szóval, ha megtaláltam azt a bizonyos jót, amire próbáltam felhívni az előbb a figyelmet, hogy mi minden változott az elmúlt 20 hónapban, mennyi pozitív hozadéka is volt az elmúlt 20 hónapnak, nyilvánvaló, akkor, ha ezt megtalálom, és tudok neki örvendeni, akkor eljuthatnék egy nagyon mély kegyelmi állapot megéléséhez, ami valójában az a közérzet, ami valós létezésünknek az alapját adja. Szóval, ha lezárjuk a napjainkat békével, annak az lesz a következménye, hogy eltűnnek a sinek, és ha eltűnnek a sinek, akkor már nem kell attól tartanom, hogy bármikor valami még újra beindul váratlanul, mint derültékből a villámcsapás, csak képességgel nem értem, hogy miért. Ugye ezek az allergiák mindig így alakulnak ki. Szóval lehet, hogy nem találom azt a bizonyos aranyat, de mi lenne, ha azzal a vágyal feküdnénk le,
hogy szeretném megtudni, megtalálni, hogy mégis mi a tanítás. És hallgatnám a My Studenten Weekend legalább otthon és éjszakánként szólna, mert aki már megnézte az erről szóló webkonferenciát, az tudja, hogy ez a dallam megakadályozza, hogy az álmunkban konfliktus recidivákat éljünk meg. Ugyanis a nagyokos gumiagyunk képtelen különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Ezért kellene a békével lezárni a napjainkat, mert mindaz, ami tegnap történt, vagy éppenséggel reggel történt velünk, az már illúzió, az már nem valóság. Az álom sem valóság, és mind a kettő megbetegít. Szóval a My Studenten Weekend egy külön előadás, és hogyha megnézzük, hogy mi mindenben tud segíteni ennek az eredeti dallamnak a hallgatása, akkor értékelni fogjuk, amikor megkapjuk ezt a dallamot, aki kéri, ingyen megkapja. Tehát, ha pedig valamire nagyon vágytam, és mégsem jött össze, és ez okozza a konfliktust nálam, én legalábbis eddig ezzel mindig így voltam, kiterült utólag mindig, hogy amire vágytam, és akkor nem jött össze, az azért nem jött össze, mert nem volt időszerű. De minden összejött, amire vágytam, csak egy kicsit később. És ha meg tudnék nyugodni, hogy ez be fog következni, akkor már is egy csomó mindent helyére tudnánk tenni az életünkben. Tehát jön akkor a kérdés, ugye, hogy minden rosszban van valami jó, de mi a jó abban, hogyha megbetegszem? És volt a Facebookon egy kérdés, hogy mi jó van az agyvérzésben. Válaszban leírtam, hogy meg kéne nézni az Agybajok című előadást, és akkor tudnám, hogy mit kéne megoldanom ahhoz, hogy az agyvérzés következménye az megoldódjon. Még nem ismertem a germán gyógytudományt, amikor a körzetemben, ugyanabból a faluból két ember agyvérzést kapott, még egy kórterembe is kerültek, és az egyik meggyógyult, a másik meg úgy maradt. És az, amelyik meggyógyult, az kérem szépen, az egy vállalkozó, egy kreatív gondolkodású ember volt, és annyira rendbe jött, hogy ismét tudott autót vezetni. És ennek az embernek, mikor ugye a háziorvosok kapták meg a lehetőségét annak, hogy a jogosítványt meghosszabbítsák, mármint az egészségügyi alkalmasságot, akkor én ennek az embernek meghosszabbítottam, mert beültem az autójába, és leteszteltem, hogy hogyan vezet. Szóval a betegség az pont arra mutat rá, hogy mit nem tudtam elfogadni olyannak, amilyen. Erre kaptam egy szervi választ, tehát csak meg akar tanítani engem, hogy tudjam elfogadni önmagamat is, meg a világot is olyannak, amilyen. Mert mi van akkor, ha nem tudom ezt megoldani, akkor ki fogja ezt megoldani? A gyógyszerek fogják megoldani? Nem, kérem szépen. Itt van a mondat bekeretezve, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Viszont a germán gyógytudományt Hammer doktor orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Úgyhogy ne felejtjük el, hogy a józan ész egymagában nem elegendő. Meg lehet tanulni betéve a tudományos táblázatot, de ameddig érzelmileg nem zárom le azt, amit érzelmileg elindítottam, addig nincs megoldás. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja számunkra, hogy két szakaszban zajlik
minden értelmes biológiai különprogram, amit látjuk, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázisa. Nos, a konfliktus aktív fázist mindig a DHS indítja el, és addig tart, amíg a konfliktus megoldása, KM, a konfliktus megoldása meg nem történik. És valójában itt vagyunk betegek, ameddig bosszankodok, ameddig rágódom, ameddig aggódom, ameddig önmagamat leírom a bányászbéka feneke alá, ameddig makacs vagyok, küzdök az igazságomért, és a többi, és a többi. Vagy éppenséggel, ameddig nem tudok lezárni egy bosszankodást, vagy éppenséggel egy elválasztási konfliktust, mert valaki elszakadt tőlem, vagy nagyon nem szeretném, ha valaki közelebb jönne hozzám. Tehát néhány alapvető konfliktus típus soroltam föl, amíg így élek, és ezek az én aktivált túlélő programjaim, addig én konfliktus aktív fázisban ülök, és ez alatt az idő alatt, hát magas lesz a vérnyomásom. Az emberek marékszám szedik a vérnyomás csökkentőt, de még arra nem jöttek rá, hogy jobb lenne megnyugodni, lezárni a múltat békével, és örülni annak, ami éppen van. Mert ha lezárnánk a múltbéli dolgainkat, megkeresnénk a kakiban az aranyat, akkor a vérnyomásunk is rendben jönne. Tessenek megnézni a magas vérnyomásról szóló előadást. A legtöbb magas vérnyomás mögött a lesz nem zárt konfliktusok szerepelnek, és vannak még nyilván egyéb kiváltó okok is. És emelkedik a pulzusunk is természetesen. És a konfliktusban, míg él az ember, míg benne van a frász, addig természetes, hogy nem fog rendesen étkezni, mert nincs étvágya, nem fog pihentetően aludni, mert zaklatott lesz az álma, és hideg lesz a keze, és hideg lesz a lába. Tehát ezért van ez kék színnel jelölve, ez a konfliktus aktív fázis. Amikor a megoldás követő fázisba átjutunk, mert ideális esetben rádöbbentem, megbocsátottam, elengedtem, vagyis érzelmileg oldottam fel azt, amit érzelmileg indítottam el. Megbocsátással, megértéssel, elengedéssel, elfogadással és hálával. Ha ezt megteszem, akkor eltűnnek a sinek. Ha csupán a körülmények változnak meg, és most már nem jelent konfliktust az, ami eddig konfliktus volt, de nincsen tudatosan lezárva, akkor is megtörténik a megoldás követő fázis elindulása, csak hogy a sinek később még dolgozni fognak. A megoldás követő fázisnak, amit látjuk, három része van, az exudatív, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázisban, most egy kicsit ezt kitörlöm innen, maradjunk itt, az exudatív fázisban fogjuk magunkat betegnek érezni, mert a szervezetünk helyreállítja mindazt, amit mi előtte a konfliktus aktív fázisban elkövettünk ellene. Szóval gyulladás tünetei jelennek meg, a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, léza, vagyis ha felszínen van, akkor piros, duzzad, meleg, fáj, és nem úgy működik, mint ahogy eddig működött mondjuk egy izület, egy testrészem, vagy éppenséggel az emésztésem. A exudatív fázis, hál' Istennek, nem tart a világ végéig. Az epileptoid krízis követi, és ez tényleg egy krízis, mert a tünetek felerősödését fogjuk tapasztalni a legtöbb esetben. Van olyan, amikor itt a fájdalom eltűnik, majd újra jelentkezik, de a legerősebb görcsök, izomgörcsök, az epilepsziás krízis itt jelentkezik, az epileptoid krízisben,
Azért beszélünk epileptoid krízisről, mert ha nem epilepsziáról van szó, akkor az adott programnak a gyógyulási krízise ezt a nevet kapta Hammer doktortól, és epileptikus krízisről beszélünk akkor, amikor izmokról van szó. Az epileptoid krízisnek a lényege, hogy az agyi relé fog rendbe jönni. Vagyis kipréselődik az a folyadék mennyiség, ami az agyi relében összegyűl, ugyanis lélek-agyszerv szinten zajlik a megoldás is. Tehát a lelki szint azt jelenti, hogy megnyugodtam, megoldódott a konfliktusom. Agyi szinten megtörténik először az ödémásodás, és az epileptoid krízisben az ödémának a kipréselése, vagyis több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk az epileptoid krízis leszálló szakaszában. Ezután következik a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy megint kimelegednek a végtagjai. Már jó a hangulatom, de rettenetesen fáradt vagyok, és jó az étvágyom. Nagyon jó lenne tudni, hogy ez nem azt jelenti, hogy most visszaestem a betegségbe, amit látjuk, hanem azt jelenti, hogy a gyógyulásom, a teljes gyógyulásomhoz még néhány nap szükséges, és teljesen jól vagyok. Nos, amikor megismerjük ezt a Hammeri iránytűt, akkor már nem fogunk kétségbe esni a tünetek sokasága miatt. És lélek-agyszer szinten zajlik le tehát az egész értelmes biológiai különprogram. A konfliktus aktív fázisban az a becsapódást, itt most körberajzolom azt a területet, aminek a területén ugye körkörös gyűrűket láthatunk, ez fog megjelenni konfliktus aktív fázisban a koponya CT-n. A megoldást követő fázisban pedig nézzük meg ezt a relét, és nézzük meg ezt a relét, hogy mi történik ezekben. Itt találjuk, nem sikerült jól, pillanat, inkább nyilat rajzolok oda. Tessék megnézni, hogy ebben a relében, ott középen még sötétebb a fold, de körülötte már világosodik. Ez azt jelenti, hogy az epileptoid krízis második szakaszában történik ez az egész gyógyulási szakasz, mert ez a relé, amire a nyíl mutat, olyan kéne legyen, mint a túloldalon a másik. Jobb oldalt itt is látunk egy megoldás követő fázisban levő relét, aminek megint csak a széle feltisztulóban van, mert ugyanarról a dologról van szó, az epileptoid krízis második feléről. Tehát a koponya CT alapján fogjuk tudni, hogy éppenséggel hol tart a történet, vagy milyen szervi szintű elváltozás van, mert ugye a minden szervnek megvan a megfelelő irányítottsága. Megvan, hogy milyen agyi szervek, milyen agyi központ irányítja. A harmadik természettörvényben Hammer doktor rádöbbent minket arra, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és rámutatt a biológia lényegére, egyben az orvostudománynak az alapjaira. Vagy sejteket szaporítok a túlélés érdekébe, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést fogok gátolni, és mindez a konfliktus aktív fázisban történik meg. A megoldást követő fázisban pedig ennek a fordítottja lesz, tehát ha építettem, akkor itt lebontok, ha lebontottam, itt visszaépítek, és hogyha működést gátoltam, akkor a működést helyre fogom állítani a megoldás követő fázisban. Látjuk az agy különböző szintjeit, irányító szintjeit, és látjuk, hogy hogyan hat
a sejtek működésére, illetve az agyéreg, hogy tud a működés változásra is hatni. Mindenre Hammer doktor úgy jött rá, hogy a leásott az embriológiába, vagyis az, ami az a 9 hónap, amit eltöltünk az anyaméhen belül, a megtermékenyített petesejt a petevezeték külső harmadából bejut a mélyüregbe, mint egy szeder csíra állapot, azonos sejtek tömegéből, és a beágyazódáskor megtörténik ezeknek a sejteknek a eloszlása, differenciálódása három csíra lemezbe. A belül látjuk, ugye itt belül látjuk, sárga színnel jelölve a belső csíra lemez sejtjeit, amit úgy is hívunk, hogy endoderma. A narancssárgával látjuk, vagyis igen, itt van, a középső csíra lemez ábrázolva, vagy mezoderma, és pirossal az ektoderma, vagy külső csíra lemez sejtjeit fogjuk itt látni, aminek nagyon nagy fontossága van. Miért? Mert kiderül, hogy nincsenek áttétek. Kiderül, hogy a biológiában rend és hierarchia van, és egy bizonyos csíralemezből egy bizonyos sejtípus fog kialakulni, és az egy életen át ugyanahhoz az irányító központhoz tartozik. Például az agytörzs fogja irányítani az endodermából származó sejteket. Nem megyek további részletekre bele, mert a gyógyulásunkhoz nem kell az embriológiát megtanulni, csupán arra szeretnék rámutatni, hogy a biológiánkban rend van, és hogy áttétek meg nincsenek, mert ami már egyszer kialakult egy bizonyos csíralemezből, az nem fog átalakulni egy másik csíralemez sejtjévé. Nem fog a májsejtem átalakulni tüdősejté. Pedig mind a kettő endodermából származik. De nem. A májsejt az a máj, a tüdőnek a sejtje, pedig a tüdő feladatát fogja elvégezni. Nincs ilyen, hogy átétet képeztek a tüdőbe. Miért keresik a tüdőben az átétet? Azért, mert a halálfélelem mindig tüdőszövet szaporulatot okoz. És ha az onkológián valaki kapott egy végzetes lesújtó diagnózist, akkor a halálfélelemre lelki szinten az agy közvetítésével elindítja a tüdősejteknek a szaporulatát, pontosan azért, hogyha felszaporítom a tüdősejteket, akkor nagyobb felületen fogok levegőhöz jutni. Mert ugye, aki meghalt, az már nem lélegzik. Szóval jó lenne ezeket a dolgokat részletesebben megismerni. Van az öt természettörvényről részletes előadás, tessenek utána nézni. Itt csak néhány lényeges dologra szeretnék rámutatni. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy a bennünk élő, eddig kórokozóknak nevezett mikroorganizmusok, azok valójában a barátaink. Látunk itt gombákat, látunk gombabaktériumot, baktériumot és vírust. Kérem szépen, ezek a velünk szimbiózisban, békében élőlények, ezek abban segítenek minket, hogy be tudjuk fejezni az értelmes biológiai különprogramot. Itt is még nagyon sok mindent el lehetne mondani, hogy van a környezetünkben, a testünkön kívül egy csomó testidegen, vagy éppenséggel ártó anyag, de a védekező rendszerünk ezt képes felismerni. Az embernek a védekező rendszere a szájüregétől a végbélnyílásig tartó, majd 9 méteres csőbe koncentrálódott, mert az ember mindent úgy ismert meg, hogy megnézett, megtapogatott, megkóstolt.
a védekező képességünk, mondjam úgy, hogy a tápcsatornára koncentrálódott. És nem úgy lett kitalálva az ember, hogy kívülről, bőrön keresztül bejuttatnak bizonyos dolgokat a szervezetünkbe. Ez olyan történet, mint amikor a védők mögé ejtőernyősöket beejtenek, hogy hátba támadják a védőket. Szóval a lényeg az, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok a barátaink, ha túlszaporodnak, az azt jelenti, hogy túl sokáig voltam a konfliktus aktív fázisban, és ennek megfelelő mennyiségű segítőre van szükségem, hogy helyreállítsam a biológiában az egyensúlyt. Az ötödik természettörvény pedig az, amit remélem mindenki el tud fogadni józan ésszel, mert kinézünk az ablakon, és azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Minden élőlény miért küzd minden nap a túlélésért és a faj fenntartásáért. Ezt mindenki megfigyelheti mindenféle statisztika nélkül. Ez az értelme minden biológiai programnak, és pont ezt képezi azt a hatalmas félelmet, ami bennünk megszületik, amikor ez veszélybe kerül. Mindig a haláltól és a faj kipusztulásától való félelemről van szó, még akkor is, ha ezt nem így fogalmazom meg. Mert bosszantanak. De mi történik legrosszabb esetben, ha bosszantanak? Ha nem úgy történik valami, ahogy én azt elképzeltem. Na vajon mi történik? Mi a félelmem? Hát az, hogy meghalok. Szóval ezt így végig lehet vezetni, de nem a webkonferencia témája ez, hanem egy tanfolyami megoldási kurzusról van szó, a félelem feloldásról. A krónikus betegségeknek az oka a fel nem oldott konfliktus, mert ha minden ilyen szépen történik, akkor miért is vagyunk krónikus betegek? Ja, mert meg sem oldottam a konfliktust. Itt vagyok, függő konfliktus aktivitásba, és ide teszem a kérdőjelt. Mikor fogom végre lezárni a gyűlölködésem? Mikor fogok végre megbocsátani? Mikor fogom elengedni azt, amit már amúgy se tudok változtatni? Ez vajon kitől függ? Ki tudja ezt helyettem megtenni? Senki. Itt van a függő gyógyulás, amikor a gyógyulási fázis akadt el. Itt vannak az akadályok, az akadékok, azok a sinek, amelyek túl gyakran érkeznek az életünkbe. Túl gyakran jönnek a sinek, és ezért nem tud kifutni a gyógyulás, tehát ezért lesz függő gyógyulás a neve. Az autoimmun folyamatoknak itt van a meleg ágya, de ezekről részletesen a bemutatott útmutatóban olvashatunk. És itt a policiklikus lefolyás, ami a visszatérő tüneteket magyarázza meg, a visszatérő allergiákat, a visszatérő görcsöket, és a többi, és a többi. És nem a gyógyszer fogja ezt megoldani, hanem csak is az, ha végre a megoldást érzelmileg fogjuk megejteni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a elhangzott dolgokat, ha valóban komolyan vesszük, akkor előbbrébb jutunk. Ez a táblázat itt mögöttem pontosan rámutat arra, hogy milyen konfliktus típusaink vannak. Vannak az úgynevezett falat konfliktus, mert ugye ahhoz, hogy túléljek, meg kell kapjam mindazt, ami biztosítja a túlélésemet. Itt ül dr. Budai László Károly, látja mindenki, ott van a orvosi táskáján, és a túléléséhez kapott vacsorát, tehát táplálékot, vizet, van levegője, van fény, van hang, ennyi kell a túléléshez. Semmi több nem kell a túléléshez. És így szépen nyugodtan el van, nincs konfliktus, nincs betegség.
A falat konfliktusokból a legsúlyosabb dolog, amiről mindenképpen szólnom kell, az a magánynak a megélése. Magány és egzisztenciális konfliktus. Erről több előadás is született, tessenek megnézni a magányról, az ödémákról szóló előadást, illetve a vese működéséről szóló előadásokat, és akkor megértjük, hogy az, amikor én csak meg nem értettségtől szenvedek. Amikor már megszoktam, hogy nekem úgyse lehet igaza. Amikor úgy érzem, hogy kirekesztettek valamiből. Amikor a legsúlyosabb az, amikor azt élem meg, hogy társas magány. Vagyunk itten, összeköt minket a múlt, a gyerekek, az unokák, a közös háztető, meg a medence az udvaron. Most kérem szépen, ebben a magányban hatalmas dolgokat tudunk önmagunk ellen elkövetni, visszatartjuk a vizet, és ez lesz az, ami megöl minket. Hiába gondolom én azt, hogy spirituális vagyok, ha beteg vagyok, akkor tudni, hogy nem vagyok spirituális. Mert akkor azt az egész értelmes biológiai különprogramot egy konfliktusnak kellett elindítania, és a konfliktus mit jelent? Hogy nem tudtam elfogadni a világot és önmagamat olyannak, amilyen. Akkor milyen spirituális vagyok én? Jaj, ilyen hiperspiri. Kisagy. A kisagy által vezérelt programokat a táblázatban a narancssárga oszlop tetején találjuk meg. A kisagy a finom mozgások összehangolásával is foglalkozik, de minden olyan félelem, ami arról szól, hogy megtámadnak, vélt vagy valós támadás, hogy bemocskolnak, vagyis olyan dolgokat híresztelnek rólam, ami az én jó hírnevemet bemocskolja. Agy, túlzásba viszem az aggódást, vagy a veszekedést, ez a kisagy által lesz irányítva, és ez emlődaganatot fog okozni. A harmadik típusú emlődaganat az már ektodermához, vagyis a külső csiralemez programjaihoz tartozik, mint elválasztási konfliktus, azzal majd itt fogunk találkozni. De hát nehogy azt tudjuk, hogy egy szerven belül csak egyféle sejt van. A vesénkben részt vesznek sejtek, amik az agytörzsből, de vannak sejtek, amik az agyvelő irányításában is vannak, amik az agykéreg irányítása alatt vannak. Ugyanígy a mellemben is vannak olyan sejtek, amelyek a kisagy irányítása alatt vannak, vannak olyanok, amik az agyvelő irányítása is vannak, ami az agykéreg irányítása alatt van. Tehát amikor ezeket tisztázzuk és tudjuk, akkor már olyan dolgokat is meg tudunk fejteni, ami éppen ebben a táblázatban nem fér bele. Ez a táblázat egy nagyszerű dolog, mert leírja a programoknak az egyszeri lefutását. Ezt látjuk itt a Hameri iránytűben, hogy az egyszeri lefutás az hogyan és miként történik. Ez van leírva Hamer doktor tudományos táblázatába. A kezűség kérdése, hogy jobb vagy balkezes vagyok-e, biológiailag az a narancssárga és a piros oszlopra vonatkozik, vagyis a kisagy által irányított vélt vagy valós támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktus, az agyvelő által irányított önleértékelési konfliktusok jönnek ide, és az agykéreg által irányított birtok és elválasztási konfliktusok, valamint a birtokzónán kívüli konfliktusok. Ezeket fogjuk megtalálni. Ezek lesznek azok a konfliktusok, amelyektől mi szenvedünk folyamatosan, és a kezűség azt fogja meghatározni, az vagy oldaliság, hogy melyik oldalon jelenik meg a tünet. Külön tünetet fog okozni anyám, a gyerekem és önmagam. Jobbkezesnek ez bal, balkezesnek jobb oldali tünetet okoz.
És mindenki más, aki nem az anyám, nem a gyerekem, és nem én vagyok, ugye, az partner. Tehát a test, bocsánat, tehát a testvérem, az apám, az unokahúgom, a tanárom, a munkatársam, mindenki, mindenki partner. Akkor is, ha jobban vagyok vele, meg akkor is, ha rosszban vagyok vele. Szóval az mindig a kezűség oldalán fog tünetet kiváltani. Tehát jobbkezesnek partner oldali tünet, jobb oldali tünetet fog okozni, a balkezesnek a partnerrel való konfliktusa pedig baloldali tünetet okoz. A másik oldalon mind a kettőnek az anyagyerek önmaga okozta konfliktusok fognak tüneteket okozni. Vagyis a másik oldalon fognak ezek a tünetek megjelenni. Nos, akkor remélem, hogy nagyjából ezeket a konfliktus típusokat megismerjük a weblapon, a Germán Gyógytudomány menüpontban. Ezekre külön rá lehet keresni, el lehet olvasni. Akit érdekel, az úgy is utána néz, aki meg ezt az egészet nem hajlandó egy minimális szinten sem elfogadni, én azzal nem akarok vitatkozni, annyit el tudok mondani, hogy még senkinek, de senkinek nem sikerült Hammer doktor téziseit megcáfolnia tudományosan. Tehát ez van a Hammeri táblázaton, viszont abban a könyvben, ami az útmutató az egészséghez címet viseli, az öt természettörvényen és a konfliktus típusokon kívül megtaláljuk a krónikus elakadt lefolyásokat, itt látjuk tehát, ugyanannak a DHS-nek, programnak az a változata, amit ha fel se oldom, vagy függő gyógyulásban maradok, vagy policiklikus lefolyást választok. Ezt szerettem volna összefoglalni, és vannak benne esetismertetések, néhány akadémikus diagnózisnak az összefoglalása, mert az akadémikus medicinában azért a diagnózisok mögött statisztikai vizsgálatok vannak, tehát a bizonyos tünetek túl gyakran fordulnak elő együtt, azok kapnak szépen egy külön nevet a leírójáról, és akkor ki fog derülni, hogy egy-egy ilyen korságban hányféle konfliktus van valójában összekötve. Hát akit érdekelnek ilyen témák, azok megnézik mondjuk a lupus erythematód ezt, vagy a Sjögren-szindrómát, vagy egyéb ilyen finomságokat. A megoldásról is szeretnék néhány szót szólni, mert gondolom ez mindenkit jobban érdekel, illetve ha ezzel foglalkozom, akkor nincs szükségem arra, hogy jobban elmélyedjek a germán gyógytudományba. A germán gyógytudományba csak annyira kell elmélyedni, hogy megtaláljam a konfliktusomat. Abban segít akárki, hogy milyen tünet mögött mit kell keresni, mármint aki valójában ért az embriológiához és a germán gyógytudományhoz. Tehát a konfliktus tisztázása, ez az elsőrendű feladat, és ez teljesen természetes, ha bőrfelszíni tüneteim vannak, hogy az egy elválasztási konfliktus, de ha valaki nem őszinte önmagához, akkor nem fogja megtalálni a konfliktusát. Második nagyon fontos lépés, hogy érzelmileg oldjuk fel azt, amit érzelmileg indítottunk el. Erre már utaltam, hogy mit jelent az érzelmi feloldás, hogy arról szól a történet, hogy elfogadással, elengedéssel, megértéssel, megbocsátással, hálával. Amikor ezekkel az érzésekkel, mondom, nem gondolatokkal, érzésekkel fogjuk ezt megtenni, akkor biztos, hogy egyszer és mindenkorra lezártuk a programot.
Az érzéseket szavakkal ír le. De nem a szavak ismételgetése fogja megoldani azt, hogy megbocsátok, megbocsátok, megbocsátok. Na jó van, megbocsátok, de nem felejtek. Megbocsátok, de még egyszer ide ne tedd be a lábad. Szóval ez nem megbocsátás. A megbocsátás egy érzés, egy belülről jövő, fölfakadó érzés, ami hát szavakkal nehezen leírható. De mindenki tudja, aki már megtapasztalta, hogy milyen nagyszerű dolog megbocsátani. És egy feszültséget, egy kellemetlen dolgot megnyugvással, megértéssel lezárni. Amikor ez megtörténik érzelmileg, nos akkor kérem szépen a biológia is helyre tudja tenni önmagát. A germán gyógytudomány ismerete arra is jó, hogy végre tudja hozni egy tudatos döntést, hogy ezután most már úgy élek, hogy tudom, hogy milyen alapkonfliktusok vannak. Ja, már megint ez a bajom. Ja, már megint aggódom. Már megint rágódom. Már megint azt hiszem, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég gyors. Nem vagyok elég ügyes. Meddig ostorozzam még magam. Tehát amikor tudatosan döntök, hogy nem reagálok, hanem odafigyelek, hogy mindaz, ami történik az életemben, vagy egy nap, hogy annak mi a valós értelme, akkor fogok tudni kilépni a konfliktusok zónájából. És ebben a legfontosabb, hogy lezárni békével a napokat. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez a legfontosabb dolog. De valós békével, nem csak fegyverszünettel. Az Újrakezdés új alapokon című előadás ebben fog mindenkinek segítséget nyújtani. Minden nap egy új lehetőség, hogy megkeressük a kakiban az aranyat, vagyis megtaláljam a rosszban a jót. Aggódás helyére például a bizalmat tudnám beépíteni. Vagy lezárnám végre a harcot a világgal, meg mindenkivel, és akkor ez megtanítana arra, hogy elfogadjam a világot és önmagamat is úgy, ahogyan van, és úgy, ahogyan vagyok. Persze tudom, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, de könyörök, ezen lehet változtatni. Ne feledjük el azt sem, hogy csak az öl meg, amit nem tudok elengedni. Amihez foggal körömmel ragaszkodom. És hogyha se megtartani, sem elengedni nem tudom, akkor ne csodálkozzak, ha remegni fog a kezem lábam. Amikor kilépek az önleértékelésből, és elkezdek arra figyelni, hogy milyen értékeim vannak, nem arra figyelek, ami nincs, de lehetne, hanem örülök annak, ami van. Már megint ott tartok, és nagyon, nagyon jó lenne, ha ezt mind megértenék, hogy megkeressük abban a úgynevezett rosszban azt a pici jót. Ahhoz, hogy lezárjam a bosszankodásaimat, ott van segítségül a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye című előadás. Mi lenne, ha azt megnéznék, esetleg kijegyzetelnék, és ezek után át is vinnénk a gyakorlatba? Mert ha nem viszük át a gyakorlatba, akkor fogunk tovább szenvedni tudományosan. Mindig el kell dönteni, hogy mi az a félelem, ami az elvárások mögött van. A konfliktus abból adódik, hogy van egy elképzelésem, egy elvárásom, és ez nem jött össze. Ahogy a kicsi lányom mondta, nem így képzeltem el. Rendben, ez már egy konfliktus. Igen, de mi van az elvárások mögött? Mindig egy félelem. Ezzel kellene foglalkozni, hogy rádöbbenjünk,
hogy a túlélésünkhöz így van haver, mindent megkapott, tehát nincs miért izguljon, és ha kezembe veszem az életem irányítását, akkor onnantól kezdve képes vagyok megteremteni azt, amire vágyakozom és a javamat szolgálja. Képes vagyok. Aki érdekel, elvégez egy alapszintű képzést, és ezt mind megtanulja. Most minden rosszban van valami jó, és minden nap egy új lehetőség arra, hogy ráébredjek, hogy mindenem megvan, ami a túlélésemhez kell. Így van. Van levegő, víz, táplálék, fény, hang. Ha az is egy alapvető kérdés, hogy ki vagyok én valójában, és ezt a kérdést föltettem rögtön az előadás elején. Valójában, ki vagyok én? Amikor felfedezem a bennem lakó létezőt, örökké létezőt, akkor kérem, minden megváltozik. A gondolataim és az érzéseim pont azért vannak, hogy ezt a bennem lévő örökké létezőt képes legyek fölfedezni. És ezt fölfedeztem. És ő irányítja az életem. Akkor már nincs bennem félelem. Tehát a jó és a rossz az csak egy ítélkezés kérdése. Mint mondtam, minden jó, ami biztosítja a túlélésem, és minden rossz, ami ellene van. Tehát valójában minden tökéletes. Ha kimegyünk a természetbe, és nem egy ember által elkészített parkba, ahol még a fáknak se engedik meg, hogy úgy nőjenek, ahogy akarnak, hanem egy olyan részre, ahol megengedtük a természetnek, hogy olyan buja legyen, amilyen csak akar lenni. Egyszerűen megnyugtat, mert egyszerre látom az életet és az élet értelmét a másik oldalon. Mert az elpusztult növények hulladékán fognak felnőni a következő növények. Ezek fogják adni az alapját annak, hogy legyen megfelelő a talaj. Lehullanak a levelek, és az avar alatt bújnak el a sündisznók télére. Tehát minden tökéletes a természetben. A baj csak az, hogy nagyon elszakadtunk a természettől, és ezért vagyunk kiszolgáltatott helyzetben. Mert mi lesz, ha nem tudok bemenni a Tesco-ba? Ja Istenem! Mi lesz akkor, ha nem lesz villany? Ajjaj! Tessenek petróleum lámpát venni. Mi lesz akkor, ha nem lesz víz a csapban? Hála Istennek, nem kell klóros vizet inni. Szóval nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de jó lenne arra koncentrálni, hogy mekkora örömöt is megtapasztalhatnék abban a létezésben, amiben éppen leledzek. És a pozitív gondolatokkal, ha beleteszem a pozitív érzést, akkor képes vagyok megteremteni azt, amire vágyakozom. Én csak létezek és élvezem. Ha végre eljutottam idáig, akkor el kell döntenem, hogy ezután kire hallgatok. A biológiai túlélő programokat követem, le akarom tesztelni ezt az egész táblázatot, és az életem csak a túlélésről és a fajfenntartásról szól. Tehát a túlélés azt jelenti jelen esetben, hogy csak a munka és csak a munka és csak a küzdelem, hogy holnapra is meglegyen a betevő falatom, ennyi az összes életcélom. Vagy megtalálom a bennem lévő létezőt, és arra hallgatok. Mert amikor ezt megtaláltam, akkor megtalálom az utamat. Mert három kérdést tettem fel rögtön az elején, ha még emlékezünk rá. Ugye az volt, hogy ki vagyok én valójában, mi a fenét keresek ezen a bolygón,
és mi az én igazi feladatom. Most már arra kéne figyeljek, hogy ne az ösztönlény, hanem az ember nyilvánuljon meg a gondolataim, a szavaim, a viselkedésem és a tetteim által. Innentől leszek képes leírni minden lelkiismeretfordulást, vagy mindenféle megfelelési kényszert, mindenféle küzdelmet és harcot, aggódást, minden felesleges beszerzést, bosszankodást. Szóval, amikor nem a biológiai azonosultság lesz az, ami meghatározza a gondolkodásomat és az életemet, hanem valami más, onnantól fogok kikerülni ebből az egész mókuskerékből. A germán gyógytudomány alapa megértéshez. Igen. Mert a germán gyógytudomány nélkül nem értem meg, hogy a tüneteim hogyan jelentkeznek, miért jelentkeznek. De az a csodálatos benne, hogy pont arra mutat rá ez a táblázat, hogy hol kell még javulnom az elfogadásban. Megoldást is ad hozzá, mert hogyha már tudom, hogy mivel kell foglalkoznom, akkor ott van, hogy érzelmileg zárd le azt, amit érzelmileg elindítottál. És ha meg akarod előzni a következő súbot, betegséget, bármit, akkor el kellene kezdeni másképpen viszonyulni önmagunkhoz és a világhoz. Tehát nem azoktól a dolgoktól függ az egész, amit akadémikus orvoslás állít statisztikák alapján. Viszont attól függ az én úgynevezett betegségem, hogy hány olyan programon fut, ami még nincs lezárva, mert ezek sokasága meghatározza a viselkedésemet is. Lásd a pszichózisok és viselkedés változások a germán gyógytudomány fényében című könyvben. És az is lényeges lenne, hogy minél kevesebb időt üljünk ebben a bizonyos programban, mert annál súlyosabbak lesznek a tüneteink. Tehát az igazi megoldás, hogy megkeressem abban a rosszban azt a picike jót, ami mindig ott van. Ugye a legnagyobb yinben is van egy picike yang, a legnagyobb yangban is van egy picike yin, ilyen érdekes. Tehát amikor ezt mind megtalálom, akkor fogom tudni érzelmileg is lezárni mindazt, amit érzelmileg indítottam. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a germán gyógytudomány valóban tudomány. Mert reprodukálható, mert összehasonlító. Összehasonlítható és előre jelezhető. Nem kell, kérem szépen, statisztika. Nem kell. Nem kell állatkísérlet. Nem kell. Hanem kell az embriológia és az öt biológiai természettörvény. Tehát nagyon kérek mindenkit, ha segítséget szeretne kapni, akkor legyen szíves legalább az öt természettörvényt megismerni. Hogy közös nyelvet tudjunk beszélni, ahhoz, hogy segítséget meg is értse. Ezért beszélek az öt természettörvényről minden előadásban, mert ma is voltak itten olyanok, akik először voltak, akik nem fértek be a terembe, mert elértük az 500-as limitet, és nem fértek be egyesek a terembe. Hát aki idejében lép, az kettőt lép, mondták nekem, ahol háziorvosként praktizáltam. A lényeg az, hogy aki idejében zárja le érzelmileg a programjait, az kettőt lép, mert elmaradnak a szervi válaszok. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és megköszönöm a most már több mint 16 ezer követőnek a bizalmát, mert egyszerűen döbbenetes, hogy amikor ezt a képet kitettem a Facebookra, nem telt el 24 óra, és több mint 1000 elismerés érkezett
a Facebook oldalon, teljesen le vagyok döbbenve, és hát nagyon szépen köszönöm.